Először a Bács-Kiskun megyei rendőrök próbálták megállítani a külföldi rendszámú kisbuszt az egyik ellenőrzőpontnál. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta. A rendőri jelzés ellenére is menekülő teherautót végül csak Fatkül területén tudták megállásra kényszeríteni. 4 óra 45 perckor a tolnai rendőrjáról jelentette rádión, hogy a kérdéses járművet Fatkül területén a Tokaj utca végén intézkedés alá vonta, azonban a gépkocsi vezetője távozott és elfutott az autótól, az autó rakterében viszont 13 illegális migráns személy tartózkodik, mind férfiak, közülük 4 török, 9 pedig szír állampolgárnak vallották magukat. A migránsok személyazonosságukat és jogszerű Magyarországon tartózkodásukat sem tudták iratokkal igazolni, így meghallgatásuk után visszavitték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Körülbelül 1/2 órával később sikerült elfogni a gépkocsi vezetőjét is, aki egy 21 éves moldáv férfi. Őt embercsempészés miatt vonják a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán eljárás alá. Embercsempészésért alapesetben 1-től 5 évig terjedő büntetés szabható ki, de minősített esetben ez akár 5-től 15 évig tartó szabadságvesztéssel is járhat.